Óbecse község képviselőtestületének díszülésével jubileumi 10. alkalommal ünnepelték meg Óbecse község napját és a város területén élő polgárok egyenjogúságának napját. Az óbecsei tanácsnokok, a tartományi kormány képviselői és az állami tisztségviselők mellett, továbbá a közvállalatok és az intézmények képviselői mellett a díszülésen jelen voltak a szomszédos önkormányzatok és testvérvárosok, Csongrád, Sátoraljaújhely, Galanta és Bánovicsi küldöttségei, valamint az ortodox és a római katolikus egyház képviselői is. Az ünneplő egybegyűltekhez elsőként Óbecse község képviselőtestületének elnökhelyettese Kinka Erzsébet szólt. Óbecse és környéke, akárcsak a múltban, manapság is multietnikus környezet, ahol az emberek kölcsönös megértésben és tiszteletben élnek. Olyan környezet ez, ahol tisztelik az emberi jogokat, a hagyományokat, a másságot, a vallási és nemzeti és egyéb más hovatartozás nélkül. Óbecsének és környékének gazdag történelmi múltja van. Mi, akik itt élünk, örülünk, hogy van egy hely, amelyet alakíthatunk, amelyet formálhatunk úgy, hogy az szebb és élhetőbb legyen mindannyiunk számára, amelyet átadhatunk majd az utánunk jövő nemzedéknek, generációknak, mert mi is kaptuk. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy továbbra is új lehetőségekkel élhetőbb körülményeket biztosítsunk mindenki számára, azokat is visszavárva, akik reméljük ideiglenesen hagyták el szülőföldjüket. Óbecse község elnöke Dragán Tosics a jelenlevőknek vázolta a jelenlegi vezetőség munkájának eredményeit, különös hangsúlyt fektetve a megvalósított beruházásokat illetően, a gazdaságban továbbá a közlekedési, a mezőgazdasági, a sport, az oktatás, a vízvezetékhálózat és a szennyvíz elvezető csatornahálózat infrastruktúrájának tekintetében, ugyanúgy, mint a különféle rendezvényeket illetően, melyek községünk brendjévé váltak. Ugyanakkor újabb beruházások is belettek jelentve. Az, amit tervben van, illetve már megkezdett beruházásnak számít, és az elkövetkező néhány évben lesz befejezve, ez a fúrat felszerelése az úgynevezett gáztalanító berendezéssel, amiről már beszéltünk, és ahová majd végre beruházót hozunk, amely egyrészt biztosítja majd az elektromos energiát, így Óbecse bevételhez juthat. Másrészt pedig elkezdődhet a történet az óbecsei gyógyfürdőről. Ehhez kell a beruházó partner, aki a pénzét Óbecsére fordítja. Továbbá a Petőfi Sándor utca és a Szever-Gyurkics település felújítása, a közút kiépítése a Csálenics utcában, a Péterévei utak felújítása, a Petőfi Sándor iskola tornatermének felújítása, a Szever-Gyurkics általános iskola komplett rekonstrukciója, továbbá a Bratstvo általános és középiskola felújítása, a Milos Czernyászki, a Csuka Zoltán, a Danilo Kis utcák rekonstrukciója, melyek közül a Danilo Kis utca felújítása rövid időn belül, már az elkövetkező 15 napon belül elkezdődik. A közút rekonstrukciója pedig a jövő év februárjának elején kezdődik majd. És végül a legmodernebb klimatizált és fűtött autóbuszállomás kiépítése. Óbecse község éves elismeréseit és díjait idén a Labut Péjovics iskoláskor előtti intézmény, továbbá Tiana Grujics festőművész, Szabolcski Roland az Agrolend vállalat tulajdonosa, Fazekas Róbert vállalkozó, Szlobodan Lázics atya és a Zserbó cukrászda kapta. Nagyon fontos számunkra ez az elismerés, de rögtön itt az elején én köszönetet szeretnék mondani elsősorban a szülőknek, akik kezdeményezték, javasoltak bennünket és támogatták azt, hogy Óbecse község éves díját, ezt az elismerést mi kapjuk meg. Nagyon boldog vagyok amiatt, hogy a kezdeményezés éppen a szülőktől indult, mert ez azt jelenti, hogy elismertek vagyunk a szülők szemében, hogy minőségesen is jól dolgozunk, hogy elismerik a fejlődésünket, úgy az objektumot, mint a dolgozóinkat illetően. Természetesen köszönet jár a munkaközösségnek is, akik maximálisan törekednek az év mind a 365 napján. Mi a gyerekekért és a szülőkért dolgozunk, és ehhez az elismeréshez mindannyian hozzájárultunk valamilyen módon, úgy a szülők és dolgozók, mint az egész helyi közösség. Mert ez a három faktor jó együttműködése járul hozzá a jó működéshez, mert nem tudunk egymás nélkül létezni.
Azt tervezem, hogy szakmailag tovább képzem magam, szeretnék ledoktorálni, és mindazt, amit eddig csináltam, mindazokat a problémákat, sikereket és kevésbé sikeres dolgaimat, amikkel eddig szembesültem, szeretném könyv formájában bemutatni és megjelentetni. Szeretnék tovább festeni és fejleszteni magam az elkövetkező 3 évben, ami előttem áll. Ez az elismerés ösztönöz arra, hogy tovább folytassam a munkát. A rendezvényt megszépítették a Labud Pejovic iskoláskor előtti intézmény kisgyermekei 2 dalos táncos műsorszámmal. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy Óbecse község ünnepét 2009-ben kezdték megünnepelni, 1774. augusztus 1-ének emlékére, amikor a Mária Terézia kiváltságairól szóló 2. rendelet megerősítette a Tiszamente koronás körzetének kiváltságait, és kiterjesztette azt a nem szerb lakosságra is.